Sziasztok, köszöntök mindenkit a legújabb BBK videóban. Ma egy olyan könyv fog terítékre kerülni, amiről azt gyanítjuk, hogy kevesek számára fog a gyakorlatba átültethető tudást tartalmazni. Érdekességként viszont mindenképpen szerintünk érdemes hallani róla, mert a könyv főhősének Jim Simons matematikusnak a munkássága alapozta meg a kvantitatív irányzat elterjedését, ami már az egyik legdinamikusabban növekedő ágazata lett a befektetések világának. A szerző Gregory Zuckerman, a Wall Street Journal egyik írója, a könyv címe pedig The Man Who Solved the Market, vagyis az ember, aki feltörte a piac kódját. Nem kell elkeseredni, ha nem hallott volna valaki a Renaissance Technologies cégről és a zászlóshajó Medallion Fund nevű alapjukról, mert az egyik legfontosabb elvük volt a rejtőzködés és a mindenkise publicitás egészen a kezdetektől fogva. Az alap teljesítménye viszont magáért beszél, úgyhogy mindenki kapaszkodjon meg. A könyv megjelenése előtti 30 éves időtávon, 1988 és 2018 között 66%-os évesített bruttó ért el a Medallion Fund. Ha hozzá hogy emellett világrekord költségmutatóval is dolgoztak, 5%-os állomány arányos díjat és 40% feletti sikerdíjat kértek el egészen konkrétan a befektetőktől, akkor is 39% körüli évesített hozam adódik, ami egészen elképesztő teljesítmény, pláne nyilván három évtizedes távon konzisztensen. A dolog szépséghibája, hogy szinte a kezdetektől fogva zárt az alap, és csak a Reneszánsz alkalmazottai fektethetnek bele, részben a méretkorlát miatt, de ennek még lesz egy további jelentősége is, amire kitérünk a későbbiek során. Csak érdekességként mutatjuk meg ezt a magyarázó ábrát. A medallion díszabása jóval magasabb, mint a hedgefundok által hagyományosan felszámított 2%-os állományarányos díj és 20%-os sikerdíj. Ez utóbbi trend szerint valamilyen választott piaci benchmarkhoz képesti többlethozamra számítják fel. Ezért is ennyire szembeötlő Jim Simons eredménye, bárkivel is próbáljuk összehasonlítani a versenytársai közül. A könyv függelékében egyébként megtalálható egy táblázat, ami segít perspektívába helyezni a Medallion Fund teljesítményét. Látszik, hogy még a brutális dítételei ellenére is gyakorlatilag kanyarokat vert a teljes vagyonkezelői szakmára. Legyen az éppen a Soros Györgyféle féle Quantum Fund, vagy éppen Peter Lynch Magellan fundja, amit hagyományosan a legjobbak között szokás számon tartani. Érdekesség, hogy bár közel tíz év telt el addig, amíg összeállt a Medallion Fund mögött álló rendszer, már a kezdeti időszakban világos cél lebegett Simons szemei előtt, hogy milyen struktúrában szeretné megvalósítani a kereskedési folyamatot. Lényegében egy olyan rendszert akart létrehozni, amit számítógépes algoritmusok vezérelnek az emberi döntések teljes kizárásával. Simon's nem akart minden percben a piacokkal foglalkozni, egy teljesen automatizált folyamatot akart megalkotni, ami emberi beavatkozás nélkül képes a tanulásra és az önálló döntéshozásra az is világos volt, hogy elképesztő mennyiségű historikus adatra van mindehez szüksége, amiben a számítógépei képesek lesznek stabilan ismétlődő mintázatok felismerésére. Térjünk is rá akkor a hogyanra, azaz miképp is nézett ki Jim Simonzék kereskedési rendszere. Ennek középpontját az úgynevezett szignálok, vagyis jelzések alkották. Ez mindössze annyit jelent, hogy olyan mintázatokat kerestek az árfolyam mozgásokban, amelyek nem véletlenszerűen fordultak elő, hanem statisztikailag releváns módon ismétlődtek. Érdekesség, hogy kezdetben törekedtek arra, hogy valamilyen módon meg tudják magyarázni a tapasztalt jelenséget, különféle piaci adatokkal összefüggésben, ami leggyakrabban a befektetői viselkedésre vezethető vissza. Egy ilyen klasszikus szignál volt a visszapattanásra való fogadás, Nagyjából 60% a hirtelen árfolyamozgásoknak valamilyen szinten visszakorrigál, és ez azért statisztikailag már bőven pozitív, várható értékű jelenség. Többek között ez a szignál is nagyon jót tett az alap teljesítményének a volatilis, nagy csapkodással járó időszakokban, de erről még lesz szó a későbbiekben. Mivel matematikusokról van szó, már a kezdetektől világos volt Jim Simonzéknak, hogy minél kevesebb kereskedési döntést hoz a rendszer, annál nagyobb hatása lehet az egyes tranzakcióknak portfólió szinten, és néhány rosszul elsült trade végzetes következményekkel járhat. Hogy ezt elkerüljék, a kaszinókhoz nagyon hasonló működési modellt akartak megvalósítani. Ez nem néz ki másképp, mint hogy a ház, vagyis a kaszinó nagyon sok fogadást bonyolít le naponta, és elég csak egy kicsivel többször nyernie, mint veszítenie, és már is gyakorlatilag pénzt nyomtat a cég. Egészen pontosan azt célozták meg a Medalion-nál, hogy elég, ha az esetek 51%-ában igazuk van. Később egyébként kiderült, hogy nagyon nem lőttek mellé ezzel a célkitűzéssel. A korábban említett Bob Mercer úgy nyilatkozott, hogy egészen pontosan az idő 50,75%-ában van igazuk, de ezzel dollármilliárdokat tudnak keresni, nyilván jelentős tőkeáttétel alkalmazásával. Persze nem ilyen egyszerű a képlet, mert a pozíció méretezés és a kereskedési költségek modellezése legalább ugyanennyi megfontolást igényel, mint maga a szignál azonosítása. Többek között ezért sem tudja gyakorlatilag senkire reprodukálni a medallion teljesítményét azóta sem, de ezt már csak zárójelben tesszük hozzá. A kezdetekben felvázolt kaszinó modellt abból a szempontból is sikerült megvalósítaniuk, hogy rengeteg tranzakciót bonyolít a medallion alap, de ezeket rövid időn belül zárja is, Gyakorlatilag bármelyik pillanatban több ezer nyitott pozíciót tart, short és long irányba is. A tartási periódus pedig nagy általánosságban egy-két naptól egy-két hétig terjed, de ennél rövidebb távú, úgynevezett nagy frekvenciás kereskedés sem volt idegen az alapnak. Ez alapján már teljesen világos lehet mindenkinek, hogy Jim Simonzék stratégiáját messze nem lehet egy lapon emlegetni az értékalapú, hosszú távú befektetési megközelítéssel, Gyakorlatilag szöges ellentéte egy fansmith hasonló aktívan kezelt részvényalapnak, ahol hosszas fundamentális elemzés erőzi meg egy-egy pozíció felvételét, és deklarált cél az inaktivitás, azaz a minél hosszabb távú tartás, a döntéshozás pedig teljes egészében emberi kézben van. Nem véletlen egybeesés, hogy a legnagyobb piaci turbulenciák idején ért el a medaljön a legjobb eredményeket. A képen a korábban említett Nick Majuli összeállítását láthatjátok, ami évekre lebontva a medallion nettó eredményét és az S&P 500 adott évi hozamát hasonlítja össze. Elég csak a 2008-as és a 2000-es évek elejének teljesítményét megnézni, ahol a piaci összeomlás ellenére közel duplázni tudott az alap a gigantikus díjak levonása után, ami egészen elképesztő eredmény általánosságban igaz, hogy neutrális Jim Simon szék stratégiája, azaz egyaránt tudnak pénzt csinálni emelkedő és csökkenő piacokon is. Az extrém volatilitás viszont a barátjuk, érdekes abba belegondolni, hogy sokkal több és sokkal nagyobb anomália alakul ki ilyenkor az emberi érzelmek hatására. Talán eddigre már mindenkinek elment a kedve a befektetéstől, és azon tűnődik, hogy beiratkozik egy matek PhD képzésre, mert anélkül teljesen reménytelen értelmezhető hozamokat csinálni a piacon. Ki dolgot szeretnék mindenképpen kiemelni biztatásul. Ezek közül az egyik, hogy semmilyen rendszer nem képes arra, és még Jim Simon szék sem vállalkoztak rá, hogy megjósolják egy részvény árfolyama, vagy a teljes piac milyen irányba indul el, legalábbis hosszú távon, konzisztens teljesítménnyel. Amit a Medallion Fund tökére fejlesztett, hogy merre mozdul egy részvény rövid távon, viszont ez sem abszolút értelemben le vagy fel, hanem relatíven, azaz egy másik részvényhez, egy indexhez, vagy éppen egy iparág többi szereplőihez képest. A másik jó hír, hogy ahhoz, hogy több éves távon is meg tudják becsülni az algoritmusok az egyes részvények irányát, ahhoz egészen egyszerűen nem áll elég adatpont a rendelkezésükre. A könyv szerint nagyjából 1900-ig visszamenőleg van megbízható adatunk az USA részvénypiacra, de ha a Jeremy siegel ábrára gondolunk, amit már mi sokszor mutattunk nektek itt az IBK-n is, akkor is nagyjából 200 évnyi adatpontunk lenne a piac teljesítményéről, ami egészen egyszerűen kevés adat ahhoz, hogy megbízható kereskedési algoritmus lehessen rá építeni. Nem beszélve arról, hogy az egyes részfények életkora nagy részt azért jóval kevesebb, így még alacsonyabb számú éves adatponttá rendelkezésre róluk. Elég csak arra gondolni, hogy Jim Simon szék milyen granularitásig mentek, óra és perc szintű adathalmazokat elemeztek, teljesen más liga az, amiben ők játszanak. Ez alapján a kvantitatív alapok térnyerése nekünk, mint hosszú távú befektetőknek kevésbé jelent kockázatot. Évtizedes távon még nem a gépek ellen kell versenyeznünk. Az EVA Monster, vagyis minőségi növekedés irányzatnál maradva, továbbra is a cégek versenyelőnye, befektetett tőkén elért megtérülésük és a visszafektetési lehetőségeik azok, amelyek a hosszú távú fundamentális hozamukat meghatározzák. Így az idő mindenképpen nekünk dolgozik, minél hosszabb időhorizonton gondolkodunk, annál inkább megmarad az előnyünk a gépekkel szemben, és előtérbe kerül a fundamentális elemzés szerepe. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogass meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukac intelligensbefektetők.hu címen.